Vali. Az a tudat, hogy most már nincs más gondunk, mint hogy kövessük az aranyhomlokú nagybácsi utasításait, valamennyiünket megnyugtatott. Az pedig, hogy olyan titok őrzői vagyunk, melyen emberek élete, boldogulása vagy vesztemúlik, büszké vétett bennünket. Azt hiszem, nincs is a kínvallatásnál olyan eszköz, amelyel mi belőlünk ezt a titkot ki lehetett volna csikarni. A következő hét minden napján összejöttünk hol egyikünk, hol másikunk lakásán, de Mátis Zoli nem tarthatott velünk. Neki most minden percéről be kellett számolni az apjának. Ezeken a találkozásainkon azonban szóba sem jött a barlang, sem a bújdosók további sorsa. Csukagyúri ugyanis kijelentette, hogy a felesleges fecsegés és találgatás nem férfias dolog. Berci pedig egyelőre csak egyetlen fontos üzenetet hozott a nagybátyától, ami szerint nekünk nincs más kötelességünk ezekben a napokban, mint tanulni, szorgalmasan tanulni. Ha elvégeztük a napi leckét, ne érjük be vele, előzzük meg a rendes tanmenetet is, mert jöhetnek még napok, amikor szükség lesz majd rá. Aztán minden gyanú elterelődik majd rólunk, ha az órákon fújjuk a leckét. Hát, ha még mi öten leszünk az osztály legjobbjai, Esett is erre a hétre csukagyurinak olyan két felelete, hogy a tanárok nem akartak hinni a fülüknek. Pedig Sek Benedek majdnem egész óra alatt a háta mögött állt, mert nem akarta elhinni, hogy nem úgy lesi valahonnan. Mi többiek azelőtt is elég jól döcögtünk, de ami Gyurival történt, az valóban számba ment. Még egy dolog történt ezen a héten, ami nagy örömmel töltött el. Egyik este ugyanúgy tanúja voltam Viola és a sógorom beszélgetésének, mint mikor a főhadnagy tette szomorú vallomását. A sógorom későn tért haza a kaszinóból. Rólam megint azt hitték alszom. Jó néhány bort is ihatott, mert olyankor szokott nagy hangon beszélni. Furcsa ember ez a kapusa tanár, mondta, amíg a kabátját a fogas rakasztotta. Képzeld, annyira szívére vette ennek a felkó gyereknek a sorsát, aki Tamáshoz szokott járni, hogy el akarja vinni Pestre, beíratni magántanulónak. Ilyenkor, hiszen már nem sokára itt van a karácsony. Azt mondja, többet tud, mint akármelyik rendes tanuló az osztályban. Kiviseli a költségeket. Kapusának elég a saját családja. Hát éppen ezt akarom mondani. Mostantól fogva csak úgy tarokkozik velünk, ha a nyereség felét mindenki odaadja ezekre a költségekre. És a többiek is hajlandók? kérdezte Viola csodálkozva. Hát miért ne? nevetette sógorom. Hát nem is olyan rossz ez. Játszunk is, meg jót is cselekszünk. Ez csak igazán úri dolog. Most Viola is felnevetett. Kurtán, de élesen is. Úgy tűnt, kicsit diadalmasan is. Nyilván a sógorom is így találta. Mi az, mit nevetsz? Kérdezte hirtelen. Hogy kommunista az apja ennek a kölyöknek? Ha az, hát az. Mit tehet róla az a szegény fickó? Elcsendesedtek. Tudtam én, hogy azoknak az uraknak, akik a kaszinóban kártyáztak, a lelkiismeretük elcsitítására kellett ez a bizonyos jó cselekedet. Talán még az sem volt rossz, hogy éppen egy kommunista fiáról volt szó. Mert úgy gondolták, hogy akit ők az oltalmukba vesznek, abból nem lesz kommunista. De hát nem törődtem én ezzel. Nekem most csak az volt a fontos, hogy Ferkó sorsát is biztos kezekben tudtam. Erre mondta hát kapusa tanár úr, hogy majd megpróbálunk valamit. Másnap nálunk jöttünk összetanulni. Amint végeztünk a tanulással, szét is oszlott a társaság. Csak Marci maradtott azzal az ürügyjel, hogy lerajzolja az enyémről azt az akantuszlevelet, amelyel a legutolsó órán művészkedtünk, mert az egyik kis öccsében már három éves korában megmutatkozott a vitathatatlan művészi hajlam, és a Marci levelét kifestette Ribizlidekvárral. Ecsetnek meg Spitzer bácsi borotva pamacsát használta. A levelet hamarosan lerajzoltuk, ki is festettük, de ezúttal nem ribizli lekvárral, hanem indiai vörösgomb festékkel. A többieknek nem említettem, amit az este felkóról hallottam, de most Marcinak elmesértem. Mikor végeztünk a festéssel, ő jött elő a magáéval. Nekünk fontos dolgunk lenne ma este, kezdte titokzatosan. Nem volt kedvem megint valami veszélyes vállalkozásba kezdeni, ezért kelletlenül kérdeztem. Mi lenne az? El kell bújnunk a sugárék kertjében, hogy kihallgassuk az ablak alatt, mit beszélgetnek. Kik? Sugártóni szülei meg az én szüleim. Ma oda mennek. Igen, ez már olyan háztűz nézőféle. Vali is megy? kérdeztem elszorult szívvel. Hogy ne menne? Az ő bőrőt viszik a vásárra. És nekem még hallanom kell ezt a megbeszélést. Inkább akármi másra vállalkoztam volna. De hát fontos, hogy mi ezt kihallgassuk. Nagyon fontos, Bólintott Marci komorom. Ha elmondom az okát, te is belátod, hogy estére, akárhogy is, de be kell lopoznunk a sugárék kertjébe. Mi történt hát? Még nem történt semmi, de nagyon is veszélyes dolog történhet. Félfülle, meghallottam a sugárék, a pinceházat kérik hozományba. A pinceházat? Igen, azt. Hiszen az csak rom? Mi tudjuk legjobban, hogy a pincénk jó, és a borkereskedőéknek ez a legfontosabb. A házat meg majd felépítik. Szóval, ha nem leszünk résen, az öreg sugár megszemléli a pincénket, érted? Értem, bólintottam összetörve. No hát akkor fél hétkor találkozunk a kis hídon. Valamit találj ki, hogy ott lehess. Ennél fontosabb dolgunk most nincs. Be kellett látnom, hogy Marcinak igaza van. Violának egyszerűen azt mondtam, hogy Marci szülei este nem lesznek otthon, és mi szeretnénk az alatt náluk néhány képet vetíteni a laterna magikával. Ezzel nem hazudtam, mert Marcival el is határoztuk, hogy ha beszélgetés lényegét kihallgattuk, már csak az alibi kedvéért is visszamegyünk hozzájuk, és előadást rendezünk a kicsiknek a vetítőgéppel. Fél hétkor mindketten ott voltunk a gyaloghídon. A patak felszálló gőze elrejtett bennünket. Ez a hidacska ott van a szilváskert közelében, sugárék építették, és nem is használta más, mert csak az ő kert ajtajukhoz vezetett. A ház homlokzata a Malom utcán volt, de a hosszú kert leszolgált egészen a patakig. Úgy terveztük, hogy bemegyünk a kert ajtón, ha zárva van, átmászunk a kerítésen, és hátulról közelítjük meg a házat. Itt a kert végében volt egy kis építmény, amit sugárék fürdőháznak neveztek. Ennek a pataknak a partján más, jómódú embereknek is volt fürdőházuk, mert nyáron megduzasztották a vizét, és olyankor jól lehetett benne uszkálni. Számításba is vettük, hogy szükség esetén, ha mondjuk valami mozgás lesz a kertben, emögé a házikó mögé bújjunk el. Esetleg itt várjuk be a hét órát, amikor a spiccerék be vannak jelentve. Amint azonban közeledtünk a kertajtóhoz, egyszerre fütyszót hallottunk. Egészen olyan volt, mintha Rigó fütyült volna. De ilyenkor Rigó. Néhány nappal elé Berci ablak alatt én is megpróbáltam a fekete Rigót utánozni, de akárki fütyült most, neki sokkal jobban sikerült, talán minket akar bolondá tenni? Nem. A következő pillanatban már tudtuk, hogy jel volt ez. Ugyanúgy, mint a mi sokat használt fütyjelünk. Mert sugárék házában kinyílt a hátsó ajtó, egy villanásti fény is vetődött ki rajta, aztán léptek közeledtek. Gyorsan visszahúzódtunk a patakhoz. Leereszkedtünk a mederbe, amelyben most csak vékonyan csörgedezett a víz de a gőze annál nagyobb volt a hűvös időben. Jótékonyan eltakart bennünket. Még ki is kellett hajolnunk a partra, hogy valamit azért lássunk. A léptek egyre hangosabbak voltak, és a közelgő alakban felfedeztük magát, sugártónit. Hajadon főtt, vállalra dobott kabátban jött a gyepes úton. Mikor pedig a kertajtóhoz ért, alig akartunk hinni a szemünknek, a fürdőház mellől egy lány ugrott elő. Átkarolta hátulról tónit, és befogta a szemét. Tóni nem kezdett el találós kérdésekkel játszani, hanem hirtelen megfordult, és akkor meg ő kapta karjába a lányt. Eljöttél. Tudom, hogy most nem vártál, szólt a lány. Azt is tudom, hogy utoljára találkozunk. Nem utoljára, hallottuk sugártóni zavart hangját. Értsd meg, fogadkozott a gavallér. Téged szeretlek ezután is. Apám rákényszeríthet, hogy elvegyem azt a kis libát, mert szüksége van a franciahegyi pincére. De azt, hogy szeressem, azt nem parancsolhatja meg senki. Engem úgy sem vehettél volna el, hangzott a szomorú női hang. Ilyen lány, te nem vehetsz el. Most nem, de ki tudja, mit hozhat a jövő, mondta meggyőződés nélkül Tóni. Csak annyi bizonyos, hogy nekem ezután is te a legkedvesebb a világon. Elutazom, hogy könnyebb legyen a vállás, sohajtott a lány, de az ő hangjában sem volt valami nagy határozottság. Úgy éreztük, csak azért mondja, mert illik valami ilyesmit mondani. Pestre? kérdezte Tóni. Pesten még könnyebben találkozhatunk. Megölöm? sziszegte mellettem Marci. Szorosan belekapaszkodtam a karjába, nehogy valami ostobaságot csináljon. Ismét a lány hangját hallottuk. No, menj, mindjárt itt lesz a mennyasszonykád. Háztűz nézőbe, tette hozzá élesen. Azután csend lett, majd valamivel később suttogást hallottunk. De ezeket a szavakat már nem értettük. Aztán szapora könnyű léptek közeledtek a híthoz. Amint a hídra lépett, a párából egy pillanatra elénk villant a lány alakja. Éppen csak a körvonalait láttuk a homályban, de mindketten megismertük. Tekla volt, a zöld béka vendéglő táncos nője, akit mi táncolni sosem láttunk, de láttuk sétálni az utcán, és mindenféle plegykát hallottunk suttogni róla. Nagy köcsök alapja volt, egészen a szemére szokta húzni. Nem is tudtam elképzelni, hogyan lát ki alóla. Hozzá még lila fátlat is viselt, és olyan szűk szoknyája volt, hogy csak akkurákat tudott lépni, mint egy kismadár. Gazember! sziszegte Marci, majd egyszerre megragadta a kezemet, Nagyot rántott rajtam, gyere! Hová? Ne törődj vele, fussunk! Kiugrottunk a mederből, átdobogtunk a hídon, ott húztunk el tekla mellett. Orrunkat megcsapta parfümjének erős illata. Gyere csak, darált a spiccel, ne törődj semmit ezzel a békával. Meg kellett kerülnünk a szilvás kertet, a római parkot is, hogy utunk célját elérjük. Meg kell előznünk őket a Malom utca sarkán. Kiket? A Valit és a szüleimet. Mit akarsz? Azt, hogy Vali ne legyen ennek a gazembernek a felesége. És nem is lesz, bíz csak ezt rám. Én vagyok az első szülött fiú. Nagy öntudattal mondta ezeket a szavakat. Én rám hatottak is, mert mesékből és bibliai történetekből ismertem a szósúját. Igazad van, hagytam rá. Csak szaladjunk. De mit teszel? Bízd rám, erősködött megint. Éppen, hogy csak odaértünk a Malom sarkára, már hallottuk is a Spitzer család lépteinek kopogását. Néhány másodperc múlva a sarkilámpa fényének körébe kerültek. Spitzer bácsi fekete kabádban volt. Kobakot, fehér sejem sálat viselt. Karján vezette a két nőt. Marci mamája is fátlas kalapban volt, amit ritkán láttam rajta. Rögtön feltűnt, hogy Valinak nem lóg vállára a két szofja. Nem győztem csodálkozni, hogy fért el rengeteg haja az ünnepi kalap alatt. Én megyek innen, súgta Marcinak. Csak menj, ha félsz, felelte Marci. Ez úgyis az én dolgom. Nem mentem messzire, csak behúzódtam a malom sarkához. Tőlem alig tíz lépésnyire játszódott a családi jelenet. Megálljatok, lépett elébük Marci. Hová mentek? Jól tudott e már, felelte Spitzer bácsi, és elhárítólag intett a fiú felé, ez is végű botjával, melyet csak úgy a kezébe lógatott, hiszen két karján a két tőt vezette. Forduljatok vissza, Marci csípőretett kézzel állt elébük. Megbolondultál, kiáltott rá az apja, most már türelmét vesztve. Én nem bolondultam meg, felelte Marci, de minnyájunkat bolondát ez a tóni ficsúr. Különösen téged, fordult hangos szóval vali felé ha Mi történt ezzel a gyerekkel? Ezzel valami történt, kapott észbe mama. Ettől úgy látszik még jobban megjött Marci bátorsága, széttárta előttük a két karját, úgy, hogy ha tovább akartak volna menni, le kellett volna lépniük a járdáról, a bokáig érő sárba. Az első szülöttségi jogomnál fogva, tiltakozom ez ellen a házasság ellen. Nem tudom, honnan vette ezeket a szavakat, egész biztosan valamelyik olvasmányából, de nekem ott mindjárt nevethetnékem támat. Ez a nevetési inger azonban nem tarthatott sokáig, mert most már Spitzer bácsi szánta rá magát, hogy kiszabadítsa kezét a két nő csimpaszkodásából, és olyan pofont kent le Marcinak, hogy az egészen a malom sarkáig tántorodott. Ott előttem szedte össze magát. Ne, ne engedj, Marci! Súgtam neki. Most hangosan sírt és mégiscsak elébük állt megint. Szerencsére senki járók elő nem vetődött erre felé. Nem engedem, értsétek meg, ez egy gazember. Most fogadott hűséget a fülem hallatára egy másik lánynak. Vali felsikoltott. Legszívesebben odafutottam volna, és karomba zártam volna szegény, megszégyenített lányt. De nem azt tettem. Inkább hátráltam óvatosan. Mit beszélsz? Hallottam most megint Spitzer bácsi szavait. Gondold meg, mit beszélsz, ostoba kölyök. Tudom, hogy mit mondok. Kinek fogadott hűséget? Teklának a öldbék a tündérének, ha akarjátok tudni, zokogta Marci. Valit ekkor már az édesanyja tartotta a keblén. Tanult is tudok állítani. Marci valóban nem riadt vissza semmitől. Éppen az hiányzott nekem, hogy tanúskodnom kelljen vali megcsalatásában. Még néhány lépést tettem hátra, és bebújtam a vén malom korhadó kerekébe. Jól ismertem ezt a búvóhelyet. Itt hintáztunk Ferkóval, amikor megnagyaráztam neki, hogy tanulnia kell velünk. Innen már nem hallottam a szavaikat, de arról meggyőződhettem, hogy nem mentek tovább a sugártónék felé vezető úton. Marci győzött, nyugtattam meg magam. De ez a megnyugvás nem sokáig tartott. A következő percben át kellett éreznem vali rettenetes szégyenét, fájdalmát, és sírni szerettem volna. A Guruló BÓDÉ én nem voltam ott a barlangban, mikor a bujdosók elindultak onnan messzi útjukra. Dénes bácsi úgy rendelkezett, hogy két gyerek vezesse őket az áldozókő alatt levő kiárathoz. Többféle okból Bercire esett a választásunk. Másodiknak pedig Ferkót melléje, hogy egyben elbúcsúzhasson az édesapjától. Nem is tudnám részletesen elmondani, hogyan kerültek szombatra viradó éjjel a múzeum épületbe, hogyan vett búcsút Ferko az apjától. Mert ezután az esemény után sem a barlangról, sem a bújdosókról nem beszéltünk többet. Dénes bácsinak ez volt a parancsa, és mi szigorúan tartottuk magunkat hozzá. Megígérte, hogy ha a barlangot felfedik, az egyes részek elnevezése az marad, amire mi kereszteltük. De ezzel még várni kell. A barlangra még szükség lehet. Esetleg a három puskára is, amit oda elrejtettünk. Csak azt tudom biztosan, hogy a három bújdosót egy zárt bútor kocsi vitte ki a római parkból, ki a városból. Abban a rozoga alkotmányban ugyanakkor valamilyen szobrokat szállítottak el a múzeumból. Arra emlékszem, hogy ezen a napon leesett az első hó. pelyhekben esett hajnalóta. Mire kijöttünk az iskolából, fél lábszárig tapottunk a laza, friss hóban. A többiek mindjárt iskola után hógolyózásba kezdtek, de mi loholtunk egyenesen a római park felé, hogy lássuk az eldöcögő kocsit, vagy ha már elhajtott, legalább a nyomát láthassuk a hóban. Nem telt bele tíz perc, már az alsóvárosban tiportuk a havat. Nem kellett a park bejáratáig szaladnunk. Mikor a piachoz értünk, már ott láttuk döcögni a bútorszállító kocsit. Nem akartuk követni végig a városon, a csendőrős, a laktanya előtt. Gyertek utánom. Kiáltott a csukagyuri, és balra fordult, bevágott a gyémánt utcába. Ezen egy-kettőre lejutottunk a csontosérhez. A patak medrében nem állt meg a korai hó. A kavicsos talajon könnyebben trappoltunk. Itt-ott sár frecskendezett a lépteink nyomán. De mit számított most, hogy csupa sár lesz a cipőnk? Az új hó mindent letisztít, mire hazaérkezünk. A városon kívül a csontosér találkozott a komáron felé vezető úttal. Itt a híd alá húzódtunk, és vártunk. Olyan soká, hogy már félni kezdtünk. Nem történt -e valami baj velük? Mátis Zoli, aki mint egy vezetlésképpen a gyengeségért, vállalta az őrséget, és rendületlenül állt a csapkodó hóban, végül is lerohant hozzánk, vagyis inkább gurult nagy izgalmában. Itt vannak! Ekkor a mederben vagy húsz lépésre távolodtunk a hídtól. Legugoltunk a kimeredő kövekre, mintha csak csukákra vadásznánk most is, és innen lestünk. Elébb a görbet hátú sovány lovak tűntek fel. A csúszós úton kis és szétrakott lábakkal, ügyetlen léptekkel haladtak. A bundás, nagy bajszos kocsis nem igen biztatta őket, mintha csak arra lett volna gondja, hogy a csapkodó hó el ne olcsa fedetlen pipáját. Háta mögött dülöngélt a bútor szállító kocsi. Egy ócska guruló bódé. Valami kegyetlenül zörgött benne. Talán az egyik szobor vetődött az oldalának, vagy egy római oszlop recés darabja gurult ide-oda a fenekén. A kocsi nagy robajjal döcögött a fahídon. Aztán a kocsis bizonyára rántott egyet a gyeplőn, mert onnan már kicsit gyorsabban haladtak. Néhány perc múlva nem is láttunk semmit innen a mederből. Csukagyuri ekkor felvezetett bennünket az országútra. Jöhettek már, nincs többé veszély. Ugyanabban a pillanatban, mikor a töltésre érkeztünk, az út másik oldalán is feltűnt egy füles sapka, majd alatta bodaferi kedves, szomorú ábrázata. Ti itt vagytok? Te itt vagy! Mi is csak kérdéssel tudtunk válaszolni. Eljöttem, hogy még utoljára lássam a kocsit. Megállt az út közepén, nézett, nézett arra felé, amerre a kocsi távolodott a határtalan hómezőn. Zöreje már nem hallatszott. A sok hó sükettétette a tájat. Csak az egyre fogyó, elmosódó, sötét foltot figyelte, a hulló hó függönyén át, még bele nem veszett a nagy fehérségbe.